A csatorna fő támogatója nordicamoto.ro. A csatornámon, én Alpár vagyok, ez pedig az Alpár Moto Adventure. Jelenleg december 28-a van, nem tudom mikor nézed ezt a videót, de most még jó friss idő van, nem havazik, süt a nap, lehetne motorozni is, de nekem most más terveim vannak, ugyanis születésnapomra a barátaim megleptek egy lámpával, úgyhogy az a mai terv, hogy ebbe a körülbelül 3 fokos garázsban, ahol téli álmát alussza az én motorom és Botinak a motorja is, az én motorom fog kapni egy kis faceliftet, a gyári sima halogénérgős lámpát fogom kicserélni egy hasonló modellre, mint a Botié, egy ledes, meg mindenféle hiper-szuper menő, sokkal újabb formát kölcsönző motort akarok varázsolni ebből a gépből, úgyhogy ha nincs más dolgod, tarts velem, és cseréljük ki együtt a lámpát. Itt van a szóban forgó lámpa, ami oda annak a helyére fog kerülni. Ez nem árulok el nagy titkot, hogy ez nem egy eredeti BMW lámpa, hanem egy... csak azért veszem le, hogy lássátok ti is. Ez egy AliExpress-es utángyártott lámpa, viszont benne van az eljelzés. Elméletileg nem lesz gond, azt mondták a vizsgabiztosok. Beszéltem egy pár ismerőssel. Nem tudom, szerintem műanyag, de úgy maga az egész, tehát jó nagyon az anyaghasználat, elméletileg ilyen plug and play, hogy dugod be és működik, nem tudom. Amit így előre elmondanék, hogy ide 3D nyomtatóval kellett készítsünk egy ilyen távolságtartót, hogy menet közben ne mozogjon a lámpa, ezt a részét annyira nem találták el a kínaiak, de a többit elméletileg igen. Pár ismerős már használ, sőt már én is ajánlottam ismerősöknek, motorosoknak, hogy próbálják ki, úgyhogy most a puding próbálja az evés, én is ki fogom próbálni, lássuk, hogy néz ki maga a LED lámpa a motoromba, és mennyit fiatalít rajta, mert ugye egy laikus számára, aki csak rápillant BMW, GS, nem tudja eldönteni, főleg, hogyha már egy ilyen nagyon menő lámpa lesz, hogy most ez a modell, vagy az a modell, oké, aki ismeri a modell történetét a BMW-nek, az természetesen azt mondja, hogy miért akarok én itt átverni bárkit is, ez nem az átverésről szó, hanem a jó kinézetről, nagyon jó amúgy a fénye, azt már próbáltam ilyen aksis szálas megoldásokkal, és kíváncsi vagyok, hogy fog kinézni a motoromba, a motoromon, úgyhogy tartsatok velem. Ja igen, azt nem mondtam, de hát gondolom feltűnt, és nem csak a szemfülesebbeknek, hogy jelenleg nem a Jabs garázsban vagyok, mert az eléggé messze van innen most ilyen körülmények között, úgyhogy ez most nem ott történik ez a szerelés, ez az én kicsi motortároló és mindenféle más tároló garázsom. Nem olyan nagy, nem olyan szép, nem olyan berendezett, de ott van az a szerszámos láda, és elméletileg ebben minden megvan ahhoz, hogy ki tudjam cserélni ezt a lámpát. Nos, fogjunk neki gyorsan ennek az egész menetnek, mert azért annyira nem kellemes itt a 3 fokba. Amúgy ezen szerintem, ha nagyon megszorul az ember, még egyszer egy kicsit jól meg lehet csütni. Mindegy, ez most egyelőre ide félre rakódik. Jó, a következő lépésben, baszkikám, na én erre nem számítottam, hogy le kell vegyem plexit is. Hú, na eddig tartott levenni a Lexinek a két csavarját, én még belülről ráerősítettem egy anyával, és azért szívtam ennyit vele, de most már megszabadult, úgyhogy foghatunk neki a többi műveletnek. Jó hűvös van mi.
széthúztam itt a dugaszt, erre azért óvatosan, és alul is itt fogja még egy. Ez az. Na, de most jön a következő lépés, ezt az óracsoportot, meg ezt a tartókonzolt át kell varázsolni az új lámpára. Van három pici csavar, amit innen leszedünk első körben. Vigyázni vele, mert műanyagba fog, tehát műanyag a ház, úgyhogy nem lenne tanácsos, nem lenne jó meghúzni olyan nagyon őket, majd mikor rakódik vissza. Meg, tadám. Na, ez itt az óracsoport. Reméljük, hogy mindenféle adatot megőrzött, meg fog őrizni, ami volt benne. Kilométert, mindent. Kijött ez is, ez a lényeg. Most pedig, ami még fontos, ki kell venni ezeket. Másik ezt fel tudom innen kiszedni, ezeket a gumibetéteket, 1, 2 és 3. Kezdjük ezzel, mert ez tiszta gumi, ez hamar ki kéne jöjjön innen, elméletileg. Na, skacok, kijött az egyik. A trükkje az, hogy befele kell nyomni, nem kifele húzni, mert itt van ez a nagy gumi gyűrűszerűség, ami nem engedi, hogy átbújjon. Úgyhogy látjátok, ott van benne, de van annyi hely, hogy befele be lehet nyomni, úgyhogy ezzel is pont azt fogom csinálni. Az érzem, hogy 3 fok van itt a garázsban. Nos, elméletileg ezzel a lámpával itt a műsor, ezt a jó. Ezzel a lámpával a műsor itt le is járt. Kise férek innen, ez a baj a garázsban, hogy úgy tele van mindenne. Na, hölgyeim és uraim, ennyire áll most a gép. Ki van véve a lámpa, az egész óracsoport, minden. Jó furán néz ki. Itt van a helyzetjelzőnk, ez a másik dugaszunk. A lényeg az, hogy most átszerelek mindent, óracsoportot, mindent a másik lámpára, és utána berakom a helyére. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a fényhatás, hogy fog kinézni az összbe, mert ugye itt ezek az alsók is, ezek is fehér fényel égnek, és ez égett egyedül halogénnel, tehát ilyen sárgával, úgyhogy most remélhetőleg, hogy az is menő lesz. Nos, amiről beszéltem az előbb, az ez a kicsi kütyű, ez egy 3D nyomtatott távolságtartó, egy spacer, szép angolosan, és úgy képzeljétek el, hogy egy portugál youtuber csinált hasonló lámpabeszerelést, és tőle kértem, írtam neki e-mailt, és elkértem a modellt, átküldte szó nélkül, sőt örült, hogy segíthet, sikerült kinyomtatni a 3D Ford segítségével, aki a támogatón volt egész évben, és jövő évben is az lesz, ugye Szilárd, remélem jól mondtam, és ez a lényege, hogy ez a gumi cuccit ne tudjon csúszkálni, és ezzel stabilitást ad magának a lámpának is. Most jönnek a nehezebbek, tehát ezt a nagy dögöt, bár ezt valahogy így kellene ide én bele szerkesztem, tehát ez, amit levettem a másik lámpáról, ide jön be valahogy, olyan sokat egyelőre nem segített rajtam, de most ha van egy, haha, de mégis, köszi VD40. Jó, ez jó, csak mutatom másik felül, hogy mi a pálya. Tehát, van ez a gumicuccunk, ami nagyon-nagyon nehezen megy bele. De, van a mindenre is jó VD40-ünk. Ezzel egy picit megfújom. Éppen csak, hogy egy kicsit nedvesedjen, meg csúszson, tudjátok. Jobban csúszik, jobban is bemegy. És, ennyi a magic.
Közben ne verjem le a lámpát, mert akkor... Paf! Magic! És benne van tökéletesen a helyén. Most jöhet az óracsoport tartó konzol. Na, ennyire megvan a dolog, most pedig megy vissza a helyére. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fogja előadni magát. Remélem, hogy jó. Na gyertek! Most ugrik a majom a vízbe, tehát egyszer ezt ide bekötjük. Na, hölgyek, urak, most végeztem a facelift-tel, nagyon jó lett, mindjárt mutatom, de még egyszer meg szeretném köszönni egy neked, hogy megnézted, kettő, hogyha megosztod, és a harmadik, de nem utolsó sorban meg szeretném köszönni a barátaimnak, akik megleptek ezzel a lámpával. Ez egy több éves ilyen kívánságlistám volt rajta, de most már végleg kihúzhatom, és tényleg, ahogy gondoltam, ahogy elterveztem, úgy is sikerült, volt egy kicsi szívás ezzel azzal, de hát ez benne van a szervizelésben, nézzétek meg, hogy milyen lett.